Máté evangéliuma szerint hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk Jézus szenvedésének és feltámadásának története. A 12 közül egy, akit Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja Jézust. A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz. Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát? Hol készítsük el? Menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki. A mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát a tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik. Amikor beesteledett, asztalhoz telepedett a 12 tanítványjal. Miközben ettek, így szólt. Bizony mondom nektek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Ekkor nagyon elszomorodtak, és egyenként kezdték kérdezni tőle. Talán csak nem én vagyok, Uram. Talán csak nem én vagyok, Uram. Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Jaj annak az embernek, aki elárul, jobb lett volna annak, ha meg sem születik. Erre Júdás, az áruló ezt kérdezte. Talán csak nem én vagyok az, mester. Erre Jézus ezt felelte neki, te mondtad. Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és a tanítványoknak adta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, és hálát adva nekik adta. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Zsoltárokat énekelve kimentek az olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán. Ekkor Péter így szólt hozzá. Ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus ezt mondta neki. Bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Akkor a Gecsemáné kertjében így szólt Jézus a tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg én elmegyek imádkozni. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát. Azután így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, maradjatok itt és virasszatok velem. Egy kissé távolabb arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Nem tudtatok egy órát sem vírasztani velem? Vírasszatok és imádkozzatok. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, majd újra elment, és harmadszor is imádkozott. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Íme eljött az óra, az emberfiát bűnösök kezébe adják. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Még beszélt, amikor megjött Júdás, és vele jött egy nagy csapat kardokkal és botokkal a főpapoktól. Az áruló ezt mondta neki. Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el. És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt. Üdvözlégy, mester! És megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki.
Barátom, ezért jöttél. Akkor megragadták Jézust és elfogták. Akkor így szólt Jézus a sokasághoz. Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Elvitték Jézust Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarra, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A főpapok pedig és az egész nagy tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, és ezt vallották. Hallottuk, amikor Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá. Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgatott. A főpap azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek. Mondd meg nekünk, hogy te vagy-e a Krisztus, az Isten fia. Jézus így felelt, te mondtad. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt. Istent káromolta, mi szükségünk van még tanukra? Íme most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra, méltó a halálra. Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták, profétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg? Péter pedig kinnült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálólány, és ezt mondta az ott lévőknek. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta. Esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony, közülük való vagy te is. A beszéded is elárul téged. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki ezt mondta neki. Mielőtt megszólal a kakas, 3-szor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan és keserves sírásra fakadt. Jézus Pilátus elé a római helytartó elé állították. A helytartó ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Magad mondtad. És miközben a főpapok és a vének vádakat mondtak ellene, ő egy szót sem szólt. Szokás volt, hogy az ünnep alkalmával a helytartó szabadon bocsát egyet a foglyok közül, akit a nép kíván. Volt akkor egy Barabbás nevű híres rabjuk. Pilátus megkérdezte a néptől. Melyiket bocsássam szabadon a kettő közül, Barabbást vagy Jézust? A főpapok és a vének felbíztatták a népet, hogy Barabbást válasszák. Jézust pedig veszítsék el. Barabbást, Barabbást! Akkor mit tegyek Jézussal? Keresztre vele, keresztre vele! De hát mit követett el? Keresztre vele, keresztre vele! Pilátus látta, hogy csak nő a zavargás. Jézust megostoroztatta és elrendelte a kivégzést. A helytartó katonái Jézus köré gyűltek, levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá.
tövis koronát tettek a fejére, kezébe nátszálat adtak, és így gúnyolták. Üdvözlégy, zsidók királya! Leköpködték, nátszállal a fejét verték, majd elvezették, hogy keresztre feszítsék. Odaértek arra a helyre, amelyet Golgotának, koponyák helyének hívtak, azután keresztre feszítették. Ruháira sorsot vetettek, feje fölé táblát tettek ezzel az írással. Ez Jézus, a zsidók királya. Akik arra jártak, így gúnyolták. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről! Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Amikor Jézus meghalt a kereszten, több órás sötétség borult az egész földre. A templom függönye ketté hasadt. A föld megbozdult, a sziklák megrepedtek. A kivégzést vezető százados, amikor mindezt látta, így szólt. Bizony Isten fia volt. Sok asszony is volt ott, akik régóta követték Jézust és szolgáltak neki. Amikor beesteledett, jött egy gazdag ember Arimátiából, akinek József volt a neve. Maga is Jézus tanítványa volt. Miután Jézus testét tiszta vászonba tekerték, József a saját sziklába vájt sírboltjába helyezte el. A sír bejárata elé nagy követ gördítettek. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az úrangyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadta, mint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványoknak,
hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek. Menjetek el, és adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Imádkozzunk! Urunk, boldog örömmel van tele a szívünk, mert Krisztus feltámadt. Valóban feltámadt. Ahogyan hallottuk a történetet, úgy összeszorult a szívünk, hogy a te egyszülött fiad engedte magát megkötözni, megszégyeníteni, kicsúfolni és megölni. De olyan öröm volt meghallani, hogy te általa legyőzted a halált. Olyan hatalmas vagy, Urunk. Kérünk, hogy győzd le ezt a most tomboló vírust is. Győzd le a félelmünket is. Gyűjts össze minket, hogy újra együtt dicsérhessünk, és adj nekünk tiszta húsvéti örömöt és reménységet. Amen.